Tisztelt miniszter úr, igazgató asszony, alpolgármester asszony, alpolgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy az ordidő ellenére eltetszettek fogadni a meghívásunkat. Érdekes, hogy az időkapszulák elhelyezésénél mindig a hideg van Karcagon, erről már több példa is volt az ipari park esetében, a strandfürdő esetében, de mindig szépen alakult az eredmény, úgyhogy ez egy jó ómen lehet. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévők, ahogy a felvezetésből érezhettük már, ez a projektindító szimbolikusan is kötődik valamihez, hiszen a holnapi napon az idősek világnapját ünnepelhetjük, és az idősek otthonának a felújítása, én úgy gondolom, hogy ehhez az időponthoz kapcsolódva egy szép esemény, egy szép momentum. Városunkban mindig is nagy súlyt fektettek arra a mindenkori vezetők, hogy azon túl, hogy minden réteggel foglalkozzanak, a leginkább elesettekkel, rászorulókkal még többet törődjenek. Én úgy gondolom, hogy ezek a fiatalok, a gyerekek és az idősek. A fiatalok nyilvánvalóan azért, mert még támogatásra, olyan indítatásra szorulnak, ami az egész életüket befolyásolhatja. Az idősek esetében pedig azért, mert számtalan esetben maradnak egyedül, fizikálisan, egészségileg, esetleg már megroppantak, mindenképpen szükség van a támogatásukra. Városunkban erre, mint ahogy mondtam, fokozottan odafigyeltünk, és ezután is oda fogunk figyelni. Ennek az idősek otthonának a felújítása is azt a cél szolgálja, hogy még komfortosabb, még jobb körülmények között élhessenek az itt lakók, és dolgozhassanak azok, akik nagyon-nagyon nehéz, áldozatos munkával segítik az itt lakók életét. Tisztelt hölgyeim és uraim, egy sikeres pályázat indításán, annak küszöbén vagyunk, ehhez érkeztünk el. A TIO program keretében a Zöldfaúti Idősek Otthonának a külső és belső felújítását szeretnénk megvalósítani. A sikeres pályázat azt jelenti, hogy 131,5 millió forint értékben kerül felújításra, mint még egyszer mondom, a külső és a belső rész. Csak nagyon nagy vonalakban és a teljesség igénye nélkül hagy mondja, hogy mire kerül sor. Lapos tető felújítása, külső nyílászáró cseréje meg fog történni, nyilvánvalóan az akadálymentesítés és belső átalakításokra is sor kerül, hiszen vannak már tönkrement gépészeti vezetékek, részek, a falak, burkolatok cseréje, szükséges elektromos felújítás, épületgépészeti feljutás, stb. Ebbe beletartozik természetesen még a lifteknek, illetve a liftnek a cseréje, felújítása is, ami pontosan az idősek miatt nagyon-nagyon fontos. Tisztelt jelenlévők, én azt kívánom, hogy valóban a sok nyertes pályázat közül ez is egy olyan befejezéshez érkezzen, ami mindannyiunk közös megelégedését szolgálja. Kívánom azt, hogy ezzel a projekttel is gazdagodjon a településünk, mint ahogy biztos vagyok abban, hogy gazdagodni is fog. Sok sikert kívánok a kivitelezőknek, megtörtént a kivitelező kiválasztása, megtörtént a szerződéskötés, innentől kezdődően csak jó munkát kívánhatok nekik. Kívánom, hogy nagyon szépen, nagyon jó munkát végezve időben tudják befejezni a megkezdett, illetve a megkezdendő feladatukat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt polgármester úr, tisztelt igazgató asszony, szeretettel köszöntök mindenkit ennek a fontos projektnek az indító pillanataiban. Külön köszöntöm azokat a kedves megjelent karcagiakat, akik ennek az otthonnak a lakói, akik igazgató asszony is itt van, nagyon örülök, akik
itt ezen falak között élik az életüket, és remélem, hogy vissza is tudnak majd költözni a felújítás követően minél hamarabb, hiszen az eredményes projekt, amelyhez szívből gratulálok, az egy rövid határidőt tűzött ki, és biztos vagyok abban, hogy jó szervezéssel a kitűzött célt, az épület teljes belső felújítását és jó néhány külső munkának az elvégzését, azt sikerül végigvinni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Két dologra szeretném fölhívni a figyelmet a mostani rövid köszöntőben. Az egyik az, hogy a karcagi önkormányzat pár évvel ezelőtt elnyerte az idős barát önkormányzat kitüntető címet. Ez egy rendkívül nagy dolog, és azt a sokoldalú munkát tükrözi, amit az önkormányzat, a képviselőtestület, a hivatal és a adott területen dolgozó munkatársai kifejtettek. Ez egy rendkívüli dolog, és én büszke vagyok arra, hogy egy ilyen városban lakhatom, amely idős barát intézkedéseket hozott, és ezt az elismerést is kiérdemelte. És ez ilyen gyakorlati dolgban is megjelenik, mint a pályázat, amelynek van azért előzménye, hiszen egy évtizede foglalkozik a karcagi önkormányzat a szociális otthon, idősek otthona felújításával, és bizony nem az első nekifutása, de mégis sikerült. És így megkezdődhet a munka. És én bízom benne, hogy a többi területen, ahol még felújítások kellenek, az idősek otthonának más épületei is vannak további elképzelések, eredményesen tudunk majd pályázni. Gratulálok ehhez mindenkinek, aki dolgozott a projekteken, a terveken, az önkormányzatnak, az előkészítésben résztvevőknek. A másik dolog pedig az, hogy jó néhány munka zajlik a városban, erre polgármester úr is utalt, itt is a háttérzaj mutatja, hogy zajlik a Karcag-Kunmadaras út felújítása, aluljára épül, felüljáró készült el az ipari parkban, nagy munkahelyteremtő beruházás zajlik, és jó néhány intézményi felújítás is folyamatban van, illetve hamarosan megkezdődik. És a nagy milliárdos projektek mellett megvan a jelentősége ennek a projektnek, mert minden területre oda kell figyelnünk, azért, hogy a város fejlődése az folyamatos legyen, és hogy a valamennyi nemzettársunknak, a Karcagváros valamennyi lakójának az életkörülményei javuljanak. Azoknak is, akik most találnak munkát, azoknak is, akik a közlekedés akadályaival küzdöttek, a gyenge útminőséggel például, és azoknak is, akik itt ezen épület falai között laknak, vagy laktak hosszú évek, évtizedek óta akár. Én bízom benne, hogy a munka eredményét hamarosan láthatjuk, és a lakók vissza tudnak ide költözni minél előbb, és ebben a körben, sőt sokkal nagyobb körben ünnepelhetjük majd pár hónap múlva a projekt zárását, és örülhetünk annak, hogy ez az épület megújult, hiszen ahogy említettem, jó néhány éve kezdtük el tervezni, szövegetni az elképzeléseket, és én tényleg örülök annak, hogy részese lehetek, amikor elérjük a célt. Erre az alkalomra, kicsit meg vagyok fázva, elnézést kérek, de erre az alkalomra hoztam egy idézetet, amelyet én kívánom, hogy felidézze majd azt a pillanatot, amikor újra együtt leszünk, és a visszaköltözés is megtörténik, és lássuk azt az örömöt az itt lakók valamennyiünk arcán, amelyet Kosztolányi Dezső ezekkel a szavakkal ragadott meg, elétek állnak időtől koszorúzva, mint a csodák. Jó erőt, jó egészséget kívánok, és jó munkát mindenkinek, aki itt dolgozni fog. Köszönöm. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Zöldfa úti szociális otthonban. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel beszélgetünk. Üres most az otthon, hiszen innen beköltöztek a lakók, de ennek egy nagyon szép apropója van. Az előbb történt meg az időkapszula elhelyezése. Egy felújítás kezdődött az intézményben. 180 millió forintos pályázatot nyert a fenntartó kistérségi társulás, amelynek Karcag a vezető önkormányzata az épület külső-belső felújítására. Ez már régóta esedékes volt, és én örülök annak, hogy ezt a pályázatot eredményesen sikerült kidolgozni, és támogathattam. A munkák hamarosan kezdődnek, és januárra be is fejeződnek, és akkor a megújult otthonba tudnak visszaköltözni a lakók. Az előbb igazgató asszony is elmondta, hogy mindenki tudomásul vett az idősek részéről, és egy picit az átmeneti állapotot elfogadták, hiszen egy sokkal szebb otthonba költözhetnek vissza. Ezért azért még amikor ön polgármester volt, már akkor próbálták ezt a felújítást elkezdeni, most végre sikerült. Többször nekifutottunk, de nagyon kevés pályázat volt ilyen célra. Évente egy-két szociális otthont, idősek otthonát lehetett felújítani, de most a nemzetügyek kormánya kiemelten kezeli az idősek
problémáinak a megoldását, és ennek a gondolkozásnak a jegyébe írtuk ki a pályázatot. A rezsicsökkentés, a nyugdíjak értékének megőrzése és az ilyen szociális ellátást nyújtó intézményeknek a jókarban tartása egyaránt pontos, és az, hogy itt vidéken is ezek megújuljanak, pedig kigényelmelendő, hiszen a vidéki embereknek is jók van ahhoz, a nagykunsági, tiszavidéki embereknek is jók van ahhoz, hogy kulturált körülmények között tudjanak élni, az ilyen idősek otthonaiban is. Ezért örülök annak, hogy ez a program megvalósul, és utána teljesen más komfort fogadja az itt élőket, hiszen 45 évvel ezelőtt épült az ingatlan, azóta nem volt nagyobb felújítás, mindig igyekeztek jókarban tartani. Amikor az önkormányzatnál dolgoztam, akkor is volt több például energetikai korszerűsítés, de egy ilyen teljes felújítás azért az önkormányzat erejét meghaladta. És ezért jó, hogy volt ez a pályázat, és így megkezdődhet a munka, amit szeretnénk majd folytatni más épületfelújításokkal. Köszönjük szépen! Köszönöm! Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, az idősek napja holnap lesz. Ma volt a jelképes kapszula letétel a felújításnál. Azt mondja, ez egy nagyon fontos, ez a most elkezdődött munka az idősek és a város szempontjából is. Hát nagyon örülünk, hogy ismét egy sikeres pályázaton vagyunk túl, és elérkeztünk egy projekt kezdethez, amikor is megkezdődött a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Zöldfa úti idősek otthonának a külső és belső felújítása. Mi minden fog ebből megvalósulni, ebből a pályázatból? Több olyan jellegű problémát kell már megszüntetni, ami ennek az idősebb épületnek a felújítását szükségessé teszi. Külső és belső felújításról egyaránt szó lesz a következő időszakban. Kezdjük felülről, lapos tetőnek a felújítása, sok helyen beázott már, nyilvánvalóan a hőszigetelése sem volt tökéletes, és lefelé haladva a nyílászároknak a cseréje, kívülről hőszigetelés, a belső területeken pedig lenne az elektromos hálózat, a gépészet megújítása mindenképpen szükséges, sor kerül a liftnek a cseréjére is, és különböző burkoló részeknek a cseréje szintén meg fog történni, hiszen az idők folyamán, bármennyire is lett ez pótolva, már túllépett az idő ezeken a berendezéseken, tehát mindenképpen egy kényelmes, akadálymentesített idősek otthona fog elkészülni. Reméljük, hogy nagyon jó minőségben és lehetőség szerint röviden határidőre. Reméljük, hogy majd vissza tudunk még térni az építkezés folyamán, és be tudjuk mutatni nézőinknek, hogy mi minden, amiről most beszéltünk, hogy valósul meg. Én azt kívánom, hogy még legyen sok hasonló pályázat a városban, hiszen azért van még olyan épület, amelyet fel kellene újítani. Természetesen nyomon fogjuk követni, árgus szemekkel fogjuk figyelni, hogy haladnak a munkálatokkal, milyen műszaki színvonalon fognak teljesíteni. Hát köszönöm a jó kívánságot, azon vagyunk, hogy a lehető legtöbb sikeres pályázaton vegyünk részt, ezen dolgoznak a munkatársak, ezen dolgoznak a szakemberek, annak érdekében, hogy Karcag épüljön, szépüljön mindenki örömére, boldogságára. Köszönjük szépen, és jó munkát kívánunk! Köszönöm a lehetőséget!